Egy mindössze 10 cm magas, testsúlyát a jobb lábára helyező idősebb férfit ábrázoló bronzszobor márciusban a hónap műtárgya a József András Múzeumban. Az úgynevezett kontraposztban megformázott alak jellegzetessége, hogy testsúlyát egyik alsó végtagjára helyezi, vállai és karjai így a csípőjétől eltérő tengelyen helyezkednek el, úgy, mintha éppen pozíciójából készülne kilépni. Éppen úgy, mint Michelangelo Dávidja, amely talán az egyik legismertebb kontraposztban álló alak. A szobor készítője alkotását viaszfeszejtéses eljárással öntötte. A technika lényege, hogy először megformázták a szobrot, majd viaszból kigyúrták. A formát beleásták a földbe azért, hogy az összetartsa, majd felforrósított, olvad bronzot öntöttek bele. Ez kiolvasztotta a viaszt és kiöntötte a helyét. Amikor kihűlt, leszették a formát és megkapták a szobrot. A szakember úgy véli, hogy a jó minőségű alkotás valamelyik római birodalombeli műhelyben készült Galliában, esetleg Itáliában. Ez azért szokatlan, mert itt a múzeumban a hónap műtárgya rendszeresen olyan lelet, vagy néprajzi tárgy, vagy helytörténeti darab szokott lenni, amelyik szorosan kötődik az itteni földhöz, tehát innen kerül elő, ide kötődik. Most ez a szobor csak annyiban kötődik ide, hogy a mi gyűjteményünknek a tárgya, ugyanis általában mindenki úgy tudja, hogy József Andrásnak a múzeuma, de ide bekerült még egy gyűjtemény. József Andrásnak volt egy kortársa, Sári Sándor, aki a városi gyűjteményt alapította meg, és ő bizony nem kifejezetten történész volt, hanem egy tipikus műgyűjtője a korának. És ezt a szobrot valószínűleg ő vásárolta, amelyeket most kiállítottuk. A míves római lelet tulajdonképpen nem is szobor, hiszen hátul lapos a feje, bal könyökénél és a jobb vállán látható törések pedig azt jelzik, hogy valamilyen tárgyra erősítették fel. Fontos az is, hogy kit ábrázol a mű. A régész múzeológus szerint egy istent kell sejteni benne. Lehet Jupiter, a főisten, vagy Neptunusz a tengeristene. A szobrot még nem láthatta a közönség. Márciusban a hónap műtárgyaként tekinthető meg a József András Múzeum földszintjén.